Az egyikünk, a másik csak a kamu profi. Unyik. Lehet érdemes lenne a nagyobb víztározót kifejleszteni. Hopp, az őr itt van már, az ajtóban, itt átsorog, és nem tud magával mit kezdeni. Ültetünk ilyet is. Ültetünk ilyet is. És ültetünk ilyet is. De legfőképpen ilyet szeretnék ültetni. Hát akkor jó, azt át tudjuk dolgozni. Oké. Így szeretném látni az erdőmet. Tűzoltóság, az itt se kell. Hát, ha City Skyline-ban nem kell tűzoltóság, itt se kell, gyerekek. Mi van veletek? Tűzoltóság. Úgy? Ezt így be tudja-e ültetni a csóka? Vagy ide kell egy másik Forester. Forester, szükség van egy Foresterre. Nem csinálok-e még egy kutat? De fogok csinálni kutat, csak ezt a fajta kutat szeretném. Amúgy itt mi történt, haló? Egy kicsikét lassítsuk a tempón, köszönöm. Szedjétek ki, légy szíves, köszönöm. Ezeket is szedjétek ki, légy szíves, köszönöm. A Forester elkezd itt dolgozni nekem. Meg itt is elkezd ugyebár a Forester dolgozni. A vízmerőre gondoltál? Hát akkor azt mondjad nekem, öcsém. Igazából amúgy csináltunk. Jó, hogy mert lassan szedi a vizet. Értelek. Van benne valami igazság. Neki éhes. What the heck? Na most fogunk kihendögleni. Az a baj, hogy nem sokáig, mert ilyen fogunk dögleni. Nincsen kaja.
éhen fognak purcanni. Hűha. Hát azon van egy kis berry. Az rajtunk sokat nem segít. Kár helyettük jó ügynökök voltak. De van híd. Kérlek szépen, ahhoz, hogy a túlpartra átérjünk, az 1, 2, 3, az 4 darab híd 800 pontba kerül. 800 csodálatos pontba kerül. Megint van egy kicsi berries. Blueberry. Talán. Talán. Jönnek azok az áfanyák, de eléggé lassan. Nagyon sokan éheznek, addig kéne kibírni, hogy a répa felnőjön. Az egyik megrágja, a másik lenyeli. Ketten jól laktak. Nem? Nézzük, hogy mire jutunk. Egy meghalt. Igen, meg lesz a répa. Lehet szedni a répát. Szedjétek a répát. Ezerrel. Ó, te. Kettőt vesztettünk akkor? Kettőt vesztettünk, ugye? Ide nem teszek. Az utat majd el lehet hozni szépen. Valamit nem ültettek. Olyat nem ültetnek, amit nem tudtunk még kivágni, vagy mi? Mondjuk az durva lenne, hogyha így csinálnák. Ezt megszüntetjük. Nem itt. Nem így. Így. Azt megszüntetjük. És... nem azt kell. Ezt talán is elérte volna, nem érte volna. Oké. A vágó nagymestert ide hozzuk.
kiszedjük ezeket a fákat. Második körforgás 5. nap és 10 második körforgás 6. nap. Halál oka, éhen haltak. Nincsen magahoz még. Hát ez ilyen akkor, ez ilyen... Ez ilyen basszus kulcs, de nem tudom mit csinálni dolog. Jó. Ezt sürgősségében csináljátok meg. Egy fát találunk. Igen, amúgy... Lassan indul be a dolog ilyenkor. Nincs szomjasak. Szomjasak, éhesek. Nagyon-nagyon összetett. Ha valamit már nem jól építesz meg, hát a vége. Tudom, te tűn is van áfonya? Hát ide se tudok átjönni, ez a baj. Az 49 pontunk van viszont. Ez mit csinál? Mechanikai water pump. Ne szólok a szülyeségekkel. Ciao Dark, ciao. Jó melót! Vagy valami ilyesmi. Hát az a helyzet, hogy a Foresternek még több... fát kell termelnie, mert ez így... Ez így durva lesz. Farmházat is megépítjük. Három hód nem dolgozik, azt hol látod? Ó, tényleg nem dolgozik három hód. Csak egy nem dolgozik, és megint három nem dolgozik. A súnyik. De fognak dolgozni amúgy, mert a farmháza megépül. Fogják nyomni. Ezerrel az ipart, és én szerintem ezt itt beépítem, így. Nem szarozunk, beépítjük. Jó. Ész is. Elkezdték termelni ők is a dolgokat. Prioritás, carrot. Megnézzük, hogy mit tudnak csinálni. Planting, harvesting, mindent nyomjatok, öcsém. Ne kíméljetek semmit. Hát
Hát ilyen 60%-os a fa. Van 70-es is. Azt akarom megnézni, hogy kivágja ezt a fát ki. A Forester jön és levágja a fát. A kaja az brutálisan fogy. Nem tudom, mit csináljunk ezzel a kajával. Így. Kettes híd. Elég nekem egy egyes híd is. Nem, a kettes híd kell. 150 pont. Hol van? 400 pont a kettes híd. Száj lesz ide átjönni. Le kell szedni azt a zöldet. És ezt nem ő vágja ki, nem a Forester vágja ki. Halló? Ugyanúgy a vágómester vágja ki a fát. Megvan a 200 pont. Ne, ide nagyon sok minden kell. Úristen. Na hát szerintem ez így ennyi lesz, itt ki fognak mordálni. Három nap alatt csodát nem tudok tenni a kajaterén. Három nap alatt nincs ez a csoda, hogy én sok kaját nem tegyek. Ez baj. A felültetés és a répa a lényeg? Akkor is brutális. Igazából meg lenne ide minden, de nem bírják áthozni addig. És nem lesz kaja. Basz. Hogy ment Télát? Ó, de tiszta hülye, hát át tud menni. De
leszüretelték a répát amúgy. Azt komoly. A bolondja át tud menni a gáton. Anyukárat is csókoltatom, hogy át tudsz menni a gáton, te dinka fejű. Jaj, de dinka volt. Istenem. Most már hosszabb ideig tart amúgy a szárasság. Ezek szerint akkor gondolom ciklusonként egyre hosszabb lesz a szárasság. Még tudsz születelni. Még 9 napig még bírja a születelést. Az a beszéd, hát van itt minden is. De ez most jól jött. Ezt itt töröljük. És akkor azt mondom neki, hogy ezeket itt szedjük ki. És még a répát is tudják szüretelni. Na ez most makker. Ez most makker. Most már csak a víznek kell kibírnia. Ide meg szeretném építeni a lépcsőt. Aha, oda kell egy ilyen szíjőszar. Egy platform, azt a platformot meg fogjuk építeni, és akkor fel fogom tudni jönni ide, egy szinten feljebb. Ezeket a fákat is kivágjuk. Aha, ez már fenyő. Birch. Azokat is kivágjuk, és akkor fogjuk tudni azt is ültetni most már. Lehet rá kéne szánni egy részt, hogy... Mondjuk ez így jó. A kaja az kibírja, a víz az ami kérdés, és a víz nem fogja kibírni. Bírek a víz, basszus, nem éhen halnak, hanem szomjan. Huszonegy felnőtt és 5 gyerek van. Na nézzük, 26-an vagyunk összesen. Hát megnézzük ki azt, hogy az egy napot kibírják-e. Basszus, bármit megépítenek, Ripsrops. Azt a betyárját. Valamennyi megmarad, igen. Mondjuk most már 26-an vagyunk még mindig, és még 0,2 nap a szárasságból. Sokkal több kaja és víztárolás kell. Egy meghalt. Kettő, három, négy, öt. Hol van már az a hülye víz?
egy kicsit megfogyatkozunk. Egy tízest elvesztettünk. Puh! Meg még négyet. Na most halnak ki sorba. Ha az a 9 megmarad, komoly lenne. Valakinek vizet kéne pumpálni a gyerekek. Ez a beszéd. Pumpáld csak azt a vizet. Akkor még pumpáld azt a vizet, öcsém. Pumpálj már azt a vizet. Jó, hogy ketten maradtak. Ez kemény. Hol dolgozik még valaki? És miért nem a... Nem a vízen dolgozik. Ketten maradtak. Még ők már nem szomjasak. Aztán jó tudni. Ezeknek mindegy, hogy fiú és lány. Mert ha mindegy... Összekapcsolunk mindent, és akkor apránként ha... Ha jönnek emberek... akkor tudják csinálni a dolgokat. Hát most itt darabig lehet elég lesz a víz is ilyenek. És született egy hód. Az már jó. Hát elég lassan, de születni fognak akkor itt hódok. Mi van? Én csak, hogy rá voltam kattintva, úgy volt zöld, mi van zöld színű hód? Formát is megtanultuk. Ezeket majd be tudják fejezni. El fog tudni idejönni. Újra versenyben vagyunk? Hát ez nehéz lesz innen, nehéz lesz felépíteni. De igen.
Hát igazából maradt Ádám és Éva. Ő lesz Ádám. Ő lesz Éva. Maradt Ádám és Éva, és belőlük építkezünk újra. A raktár tele van. Mi ez a kis híd? Kis csávó, az az Aradia. Ő meg tudja, hogy ebbe a districtbe, a district centerbe fog becsatlakozni. Szerintem ilyen 4 évesen nőnek fel, vagy nem tudom. És ezeket a házakat is, csak az én frakcióm, ez a frakció tudja építeni. A másik hód típussal teljesen más milyen házakat fogunk tudni építeni. Sok a munka, kevés a hód. Valóban. De így jó apránként felépíteni most már. Amúgy ez a játék önmagában nem olyan rossz, persze. Ez bonyolódni fog még. Brutálisan. Főleg, hogyha az ember elkezd minél több mechanikai dolgot beleépíteni. Nem lesz ez egy egyszerű játék. Elvezetni az áramot normálisan. Minden szárazságra odafigyelni. Háromszázas kapacitás bír el. 300 deszka és 20 ilyen mechanikai tucke. Mármint a frakciót, azt arra... úgy van a frakció, ezt most elmentem. Én szerintem most mára így most egy kicsit ilyen rövidebb stream lesz. Kilépek a menübe. Indítasz egy új játékot, és most ezzel a frakcióval vagyunk, a folytélszekkel vagyunk. Ez könnyű kezdés, nehéz munka. Igazából nem tudom, hogy ez így mire vonatkozik. Ők egy kicsit más ménebek. És őket ki kell tanulni, ki kell fejleszteni. Velük utána lehet játszadozni. Úgyhogy ez a két fajta
akció van, és nem egymás mellett vannak, hanem másikat lehet indítani, másik játékmódot lehet indítani. Velük nehezebb lesz, gondolom, a játék. Keményen kell dolgozni, kemény munka az a mottójuk. Míg ezeknek a hódoknak az a mottójuk, hogy komfort, kaja. Mi az a sturdy? Sturdy wood? Milyen fa? Igen, leváltják egymást. És még mindig Early Access-ben van a játék, ha minden igaz, szóval ez még szerintem fog fejlődni. Úgyhogy már ennyi. Ezt a játékot nem felejtjük el, fogjuk folytatni, csak most egy kicsit sok játék van egyszerre, amit így, most így elkezdtem, belekezdtem, és mi egyebek. Sorba rakjuk őket, és akkor mindegyikkel fogunk játszani, mindegyiket fogjuk folytatni, ami olyan. De a holnapi napfolyam persze belevágunk újfent egy másikba, amit annó egyszer már játszottam, és persze a neve is ez, hogy annó 1800, úgyhogy holnap azzal folytatjuk. Az megint egy másmilyen stílus, másmilyen játék, másmilyen felépítés. Úgyhogy holnap találkozunk, srácok. Holnap már én is fittebb leszek, mert nem ez a meló és suli lesz, hanem csak meló, úgyhogy